Sziasztok, DB Tomi vagyok, és egy újabb Nexus Blitzes érdekességgel jöttem, ugyanis nagyon szeretem ezt a játékmódot, rengeteget játszok a spanokkal. Viszont megint történt egy olyan dolog, amin egyszerűen már kiíromban nevettem, és mivel a Maokai-os ilyen videónál is nagyon szerettétek ezt a formátumot, így gondoltam, hogy ezt is megmutatom, megosztom veletek. Na most a történet a következő, az esemény ez nem más, mint ez a kocsi toligálás. És hát nézzük is. Ugye, hát a harc az annyira nem is lényeg, meg hogy kikkel vagyok. Annyi a lényeg, hogy ugye gyakorlatilag az oszlopnak a tövében megállt ez a vállat. És az Istennek se akar bele püffelni abba a toronyba. Pedig szerintem egyébként többen is voltunk ott mellette, úgyhogy haladnia kellett volna. Úgyhogy, és egyszer csak ugye elindul a másik irányba, ami hát szerintem teljesen indokolatlan, de ezt a részét engedjük el, tudjuk, hogy egy kicsit bagos a rendszer. És szépen lassan azért elkezd felénk araszolni az egyébként is, hát mondhatni olyan toronyba, amit a lepke is elfújna. És hát itt ennél a pillanatnál ez egy picit megállítom, ugyanis én ott a játékon belül nem figyeltem pontosan az eseményeket, viszont azt láttam, hogy eldőlt a tornyunk. És nyilván azt gondoltam, hogy belecsapódott a kocsi, hello, jó, azt most ne nézzük, hogy egyébként nem kaptunk kérdésítőt, csak csodálkoztam, hogy mégis ez még így tovább itt van. Mondom, mi történt? Nem figyeltem, hogy egyébként tényleg lepkefingnyi élete volt a toronynak. Ugye, harcolgatunk tovább, ugye, hát mondhatni természetesen bukongozok. Az tényleg nem ez a fontos. Hanem az, hogy most a kocsi ez még mindig így szaladgál. Egyébként, bocsi, hogyha össze-vissza rángatom a kamerát, nem készülök Observernek. Úgyhogy, nézhetek egy kis fájtolást. A kocsi megint elindul erre, megint elindul arra. És na most történik az mindjárt, aminek egyébként bekapcsolja a rakétákat, az Isten tudja miért, és ez mi a szar? Tehát így, valaki magyarázza el, hogy ez mi a búbánat volt. Tehát így, bocsánat, egyébként ennyi a történés, igen, hogyha valakinek úgy sajnálom, de én ezzel még most is őszintén tudok nevetni, mert ez egyszerűen nevetséges. Úgyhogy köszönöm, hogy ebben a szösszeretben is itt voltatok velem. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!